Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás november 28-áig. Itt ezen a képen látható, hogy elhagytál egy kikötőt, és irányítod az eseményeket, itt van egy új irány, lesz egy új kikötő, ahol úgy érzed, hogy igen, itt most megérkeztem, le tudok horgonyozni. A baj csupán az, hogy még nem látod, hogy hova vezetnek az események. Emiatt még nagyon fáradt, kimerült vagy. Itt van még egy kis bizonytalanság, különösen ami az anyagiakat és a munkát illeti. A háttérben van egy bírósági ügy, vagy igazságtalanságok, és azt szeretnéd, hogy megkapd az igazságot, hogy legyen ez a belső nyugalom, hogy végre oda érkezz, ahova elérkezni szeretnél. Nem csak a párkapcsolatot illetően, hanem a munkát illetően, vagy a környezetedet illetően. Itt lesznek komoly döntések, és eljött ehhez az idő, hiszen a csillagkép itt azt jelenti a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni, tehát a megfelelő időben ezeket a döntéseket hozni, és ez kihat a sors utadra. Ezen a képen látható a múlt, itt vannak gyermekkori emlékek, kis nosztalgia is van benne. Az is lehet, hogy valaki gondol rád a múltból, ami viszont téged illet, de szeretnéd a múltat lezárni, hiszen itt láthatóak a kelyhek, itt könnyek vannak, és ez elszomorít téged. Jelenleg befele tekintesz, és nem tudod hogyan tovább. Ugyanúgy, mint itt, ahogy látható, ez egy átmeneti időszak. Itt ez a híd ugyanazt jelképezi. Az egyik partot elhagytad, a hídon vagy, és még nem érkeztél oda a következő partra. Ami fontos, hogy ügyelj az érzelmeidre, mint ez a királynő, aki uralkodik a víz eleme felett, és az jelképezi az érzelmeket, nem csak ami a szerelmet illeti, hanem ez mutatja az intuíciót, egy művészi alkotó tevékenységet, vagy egy spirituális területet. Itt fontos döntéseket fogsz hozni, így változnak az események. És itt látható a jövő, itt a háttérben ez a két kehely, utal a párkapcsolatra, te és ő, azon kívül az érzelmekre, de jelenthet szerződéseket is. Itt megvan az öröm és a szerencse, ami a szerelmet illeti, itt van a gyógyító erő. Lesz egy új kezdet mély érzelmekkel. Ami még bizonytalan, az a munka. Erre utal itt ez a kép. Nem tudod, hogyan tovább. Ha döntéseket hozol, és itt előre lépsz, mert szeretnél valamit változtatni a munkát illetően, jelenleg nem tudod, mi vár rád. Ott van a talaj a lábad alatt, ami a biztonságot jelenti, vagy nem sikerül, és lezuhansz a mélybe. Tehát jól gondold át a dolgokat. Itt újra a szerelem látható, ami erőt ad számodra. Azon kívül itt a spirituális terület szintén erősít téged. Sőt, az is lehet, hogy ez a hivatásod, és itt vannak az értékek. A tudás, a tehetség, de a belső értékek is. Jelen pillanatban vannak még itt korlátozások, de ennek ellenére így a kezedbe veheted a dolgokat, irányíthatod az eseményeket, mert ha megvan a bátorság, idővel
itt siker lesz. De ne siessd el a dolgokat. Jelen pillanatban gondolj magadra, hiszen itt rólad van szó, itt megvannak a megújulások. Ez itt a te kisugárzásod. Ügyelj a saját energiádra, gondolatokra, az érzelmekre, mert ez hozza számodra a sikert. És ha még valami itt bizonytalan, akkor várj türelemmel, amíg megvannak a lehetőségek arra, hogy javuljon valami a munkát illetően. És ez a kép utal arra, hogy itt lesznek kapcsolatok. Sőt, lehet kereskedelmi kapcsolatról szó, vagy külföldi kapcsolatokról is. És én kívánok neked egy szép hetet, nagyon sok szeretettel, Dendera!